Hello, sziasztok! Nincs pénz Tennessee kire, És mégis szereted a fahéjat? Most itt erre gondolok. Ó, uh, most ezt hogyan kéne, hogy benn is legyek meg? Ne is! Szóval, hogyha szeretnéd Jackit inni, de mégse akarsz ennyit költeni, valami hasonlót akarsz összehozni, akkor mutatok neked. Akkor mutatok neked valamit. Most lehet, hogy itt egy kicsit furál lett megvágva, mert telefonnal vágtam, olyan, ha baltával vágtam volna. Szóval egy iszogatás közben jut eszébe az embernek ez a sok jó ötlet. Na nézzük a hozzávalókat. Először is kéne egy olyan vodka, mint az abszolút, vagy a Nikolausz, a Vibrovka is olyan, szóval aminek, aminek nincs saját íze. Szóval semmiképp ne, most itt nem tudom ott elővenni, vagy elő tudom inkább csak bemászok hozzá. Szóval semmiképp ne olyat, mint ez a Zubrovka bivajfüves változat, mert abba ugye már benne van az íz. Vagy ne olyat, mint a Zubrovka láncova, ugye ez megvan? Amiben bicikli lánc van, mert ebbe benne van az íz. Szóval egy perc kimehet Librovka, egy alap, teljesen tiszta vodka, ha nem hiszed, kóstold meg, és mutatom a lehetséges variánsokat. Vagy megveszed a tenesszit, ami finom, egyébként majd utána, de előtte, vagy akármi, mert nekem ebből kell innom egy keveset. Csak az íze miatt, hogy emlékezzek rá, nazdalovnya. Azért ilyen nem lesz, amit csinálsz, de nem rossz. Szóval fogsz egy, egy vibrovkát, mondjuk ebből egy kicsit le kell linni, mert különben baj lesz, mert nem fér bele. Fox egész fahéjat. Az egész fahéjat egyszerűen, nemes egyszerűséget beledobálod. Jó sokat. Hát egy csomag az sose elég, de talán elég lesz, ha van egy heted rá. De van itt még. Ebben nem kell szegfűszeg, meg mindenféle trágya dolog, szóval ez nem forradbor. Ez azért annál valamivel jobb. Meg, mivel ez így nem lesz elég édes, ezért egy kis édesítőt azt egy nyomassá hozzá. Hogyha most minden jó sikerült, akkor ezt csak le kell zárnod, és ahogy jól esik, szóval melegen, hidegen, szobahőfokon jobban oldódik, szóval így tedd el a szekrénybe. Most nekem egy, egy másik, egy ilyen lómosós üvegbe, mindjárt mutatom, van egy olyan, ami egy napja már ázik. Szóval a tisztállátás véget egy tiszta vodkával öblítsünk, hogy össze tudjunk hasonlítani. Állítólag az ásványvíz is jó. Hm. Szóval, ne tévesszem meg az üveg, lómosós üveg, mert a bőrben az semmi, láncmosó adalék, hanem ez, akármilyen hihetetlen ez a szín, ez itt egy pár órát, hát azért a pár óra az egy tizet, ázott ugyanúgy vibrofkában egy pár fahérúd édesítő édesítőszerre, és milyen jó színe van, ugye, és hogy milyen az illata. Hát azért sehol nincs a teneszi fahéjashoz képest, de most mindjárt kijöntöm, megmutatom ezt, hogy néz ki. És össze fogom hasonlítani. Ez egy kicsit más a színe. A színe se áll jól, ugye? De nász de rovnye. Na milyen íze van? Hát a tiszta vodkához képest aki be van nyomva, vagy nem gyakorlott, azt úgy át tudod vágni, hogyha beleöntöd egy ilyen Jack Daniels fire a mind a szél, csak úgy mondom, hogyha jó eltalálod az édesítőszert, meg a fahé arányt, de a szín, körülbelül amikor olyan színe lesz, mint az eredetinek mutat. Ugye ott van az eredeti, meg itt van a vodka fahéja, egy kicsit sötétebb már, Ilyenkor erre nagyon hasonlít. Az édességet be kell lőnöd, jó toltó, fahéra és, és, meg lesz oldva, és nagyon finom lesz. Szóval, hogyha nincsen elinc, mit tudsz tenni? Feliratkozol, és ilyen fantasztikus ötleteket követsz meg engem. Sziasztok!